Itt a lovas, a Nerd Hub lovas. Az autofókusz az végig így fog ugrálni. Fogjuk megcsinálni, és abban elég sok lesz. Alapanyagok. 1 kiló trademark. Ez, hogy többet, jobban ugrál az autofókusz, mint a kibaszott szívem, vágod? Több a BPM-je. Vedd el, hogy mondta, hogy majd az ő barátaim, majd ők fognak videózni külön, és hogy milyen érdekesek lesznek. Uh-huh. Kajás videót csinálsz, akkor oda kéne rakni a kamerát, ahol a kaja van, hogy legalább a kaját lássuk, és ne a szürke melegítőben a s**edet, for real though. Mintha örökké tartana ez a videó, nem? Ó, és még fel is van gyorsítva, hogy mindegyiket láthassuk, hogy milyen jól csinálja őket. Hát igen, hogyha nézők csinálják a contentet helyetted, akkor sokkal könnyebb amúgy, de még így sincsen sok megtekintés. Ő lesz a Vennel 2. Reméljük, hogy nem akar gyerekeket, clone system actually, or an emulation device. This ez actually egy PS2. Modolva. Actually real hardware in a very small handheld form factor. Ezen rajta is vannak a játékok? Vagy erre lehet modolt játékokat tölteni? Mert ez amúgy nagyon jó. Tudnék San Andreas, bármivel tud... Na jó, ezt lehet, hogy megveszem. Mennyibe kerül? Milyen jogalap? Különben milyen jogalap? Csak kérdezem, hogy miért? Válaszoltam, hölgyem. Közúti ellenőrzés van. Zoltánt írt fel a nevét, légy szíves. Még egyszer megkérdeztem, milyen Zoltán? Murvai Zoltán. Murvai Zoltán. Jó, legyen a kérdés. Állítson a gépjárművel. Válaszoltunk. Turi Bianca. Az azt hiszem, egy iskolába jártam. Actually egy iskolába járt. Nem egy iskolába jártam vele. Gimnáziumba járt. De Dombováron. Tudom ki ez. Lol. Mit szól ahhoz Zoltán, hogyha én azt mondom, hogy önök cégként működnek. Nem közfeladatot látnak el, hanem cégként működnek. Akkor önt a törvény nevében felszólítom. Állítsa a gépjárművet, adja át az utasa, és ön is az igazolványait, amire... Agyumosott pszichopata polisz szolgák. Mi ez a videó? Neki a személyi igazolványát, nem vagyok személy. Igazolja magát. Nem tudok személyként igazolni, mert nem vagyok személy. Uram, ember vagyok. Akkor... Mi ez, hogy nem vagyok személy? A személy és az ember az egybe, ez egy, ugye egy és ugyanaz? Hajlandó átadni a személyi igazolványát rendőri felszólításra, vagy nem? Igazolja magát. 2 éves állításon... Uram! Uram, válaszolni, nem, válaszolni, én felszólítottam ön, igazolja magát, a törvény nevébe felszólítom. Igazolja milyen magát? Milyen törvény? Még egyszer mondom, a rendőrségi törvény értelmébe. Felszólítom, uram, igazolja magát. Jogilag nézd meg a hátamban, mi van írva? Mert jogilag érvénytelen. Átpár 655-ös, önök is hallották. Mi van a hátára írva? Ez egy szekta, és saját államot alapítottak, és annak a hatóság... Mi? Annak az igazolványát hívja hatósági igazolványnak. Nem ismerik el a magyar állam létét. New Yorkban bejegyzett Magyarország nevű cég hitvány és pszichopata polisz szolgáival. Facsemete áru beszerzés közben a szabadnak született békés dolgozó magyar embereket zaklatják. A hatályban lévő törvényeket és jogszabályokat nem ismerik ezek a hitvány pszichopata polisz szolgák. Murvai Zoltán és Turi Bianca agymosott pszichopata polisz szolgák. Úgy gondolták, hogy a rozsdás bilincsel próbálnak előállítani engem és Hajnit, csak mert nem voltunk hajlandóak az agymosott állapotuk következtében részt venni a megélhetési bűnözői cselekményükben, hogy személyként azonosítsuk magunkat Hajnival. Ezért a csuklomra húsba vágásig szorították a bilincset, hogy úgy éreztem, levágja a csuklomon. Hajni a saját telefonján videóval rögzítette a fegyveresen elkövetett erőszakos, súlyos testisértés és emberrablás bűncselekményét. A pszichopata Murvai Zoltán által erősítésnek kihívott 4-5 szolgák ellopták Hajnitól a bizonyítékot tartalmazó telefont. Ellopták a telefonján. Az állítólagos Somogy megyei rendőrség cégnél is agymosott egyéneket alkalmaznak. Szememoji, mosolygós emoji. A törvénytelen eset megerősített minket abban, hogy az Amerikában vállalatként bejegyzett Magyarország vállalati polisz szolgáit és ünnökeit a megfelelő UCC zálogjog bejegyzésben keresztül teljes vagyon elkobzásra és szabadságvesztés terhe mellett felelősségre vonják a többi adóssal együtt az Amerikában a hatályos vállalati törvények értelmében. Ez van, amikor egy álomvilágban élő szerencsétlen találkozik a valósággal. Kíváncsi lennék, hogy akkor se létezne a rendőrség, ha az utcán agyonvernélek és elvenném az összes pénzed. Szerintem hamar előkerülne a személyi, és bemennél a pszichopata szolgákhoz tenni egy feljelentést.
kommentekben meg írják, hogy a magyar állam tényleg be van regisztrálva Amerikában egy cégként. De ez milyen információ? Ez honnan van? New Yorki magyar nagykövetség van ott. Minden állam be van regisztrálva, ami részvényeket bocsát ki. Aha! De nem cégként. Szóló vezetői engedély? Itt van jó. A kezembe. Semmit nem ad át? Itt van, most mutatom. Uram, itt van, látod? Ez... Ne fogd meg. Uram, ne fogd ez... meg, nem a tied. Uram, ez nem... Magántulajdon. Ez, még egyszer mondom, ez nem magántulajdon. Uram. Kérem, úristen. Vezetői engedély. Fölismered a képet? Én vagyok az? Én vagyok rajta? Felismered? Jó. Úristen, geci, de ezt ő nyomtatta! Igazolja magát. Miért is? Miért? Mert megtagadta a rendőrintézkedést. Milyen rendőr, mikor egy cégként működtök? Nem közfeladatot láttok el, hanem egy New Yorkban, Amerikában bejegyzett cégként működtök. Geci! Úristen! Fizetett érte a szektában? Nem, most kajak, fizetett azért, hogy nyomdassanak neki egy igazolványt. Hajlandó együttműködni? Ellenkező esetben testi kényszert alkalmaz a körnél szemben? Én meg önvédelmet. Rendben van. Tudomásul vettem. Ez a hatóság önvédelmet. Fenyegetése, hogy ön önvédelme. Te tudomásul vettem? Nem tudsz hatóság lenni. Egy Amerikában bejegyzett cégnek te vagy a hatósága. Jó. Forduljon meg, törvény nevében felszólítom, tegye fel a gépjárműre a kezét. Mert? Jó. Ez nagyon kemény. Mi? A tulajdonod vagyok, hogy engem utasítgatsz? Teszem fel a kérdést. Oké. Tegyük fel, hogy akkor Magyarország tényleg nem létezik, és Magyarország egy amerikai cég. Tegyük fel. De akkor mi lenne a jogos eljárása annak, hogy elkapunk egy bűnözőt? Mi lenne a procedúra? Mi történne? Tehát most hogy az alapján, ahogy ők elképzelték ezt az álomvilágot, ez hogyan működne? Hogyan működik ez? Mi vagyunk az agymosodtak? Hát, én is sokszor elgondolkodok ezen amúgy, de nem hiszem. Neki is van egy személye, egy lakcímkártya, kell, hogy legyen. De akkor egy magyar állampolgár. Amerikai nem lehet, mert soha nem volt Amerikában valószínűleg. Itt problémák vannak fejbe, nagyon nagy problémák. Ne érjél hozzám! Ön meg, hölgyem, hogyha meg akarod a rendőrintézkedést. Nem érsz hozzám. De miért? Hé, állítsd már magad! Mégis mit képzel? Ura! Állítsd le magad! Szabad mozgásomba korlátozol? Te is! Miért csinálja ezt? Azt mondta, önvédelmet fog alkalmazni. Csinálja! Hé, eltörd a csuklómat, te állat! Eltörd a csuklómat! Mondja meg! Ába! Nem ér... Jaj, ne! Bántják őket! Szerintem hívjuk ki a rendőröket! Ja, várj! Hogy azért, mert valaki nem ad át egy kiszott igazolványt! De most, az előbb még nem volt igazolvány. Levágja a kezem! Levágja a kezét! Rád, bilincset! Mennek a mentők. Ilyen emberekre pazarolják a mentők az idejüket, vágod? Emberek meghalnak, kajak, és a mentők ilyen emberekhez mennek ki. Ez jó videó volt. Na nézzük ezt is. Jogtalanul veszik el a forgalmimat és a rendszámtáblámat. Meg, forgalmengedélyt nem fogok elvenni, mert elvileg nincs önnél. Hát mert elvették ő jogtalanul. Magyarul kiraboltak, de ezt leírtam már papíron. Én leírtam papíron. Azt, hogy melyik államtól jött, arra vagyok kíváncsi. Hogy azt tudj. Mi? Nincs Magyarország. ZRT van csak. Magyarország nevű ZRT. Az nem ugyanaz ám a magyar állammal. Úristen, geci, ilyen létezik. Tehát tudja magát igazolni, vagy nem? Ez itt a kérdés. Mivel az, hogy Magyarország? Az egy dolog. És vannak ilyen buta emberek, akik kajak. Elhiszik ezt. Tényleg azt hiszik, hogy Magyarország egy cég. És sok ilyen ember van. Több. Nem kettő. Azt a kurva. És ezek szavazhatnak. Még úgy sem mennek el szavazni, mert Magyarország az nem valódi. Tehát akkor ők szavaznak? Vagy mit csinálnak ők? Hogy lehet ezeknek jó? Nem is értem. Nem értem, kajak. Ja, azt elrabolják tőlem? De, mert elismert, nincs rá jogosultságuk. Elismervén fejébe, elveszik. Milyen jogon? A jogot mondja nekem a jogot. Nem, nincs közben, nem, jogot mondja, uram. Mondom a jogot, hogy jó, mondja a jogot, de azt olyan mondjon, ami érvényes. Olyan jogot mondjon, jó? Legyen szíves. Olyan... Mi lenne érvényes? Bármit lehetne mondani neki, azt mondaná, hogy ez nem érvényes. Mert ő azt hiszi, hogy bármit mond a rendőr, az nem real. 2012-es évi 2-es törvényben van ez a jog, közbiztonságra veszélyes eszköz nem tarthat magának. És ez közbiztonságra veszélyes eszköz.
2012. december 25-e óta nincs magyar állam. Ezt tudja? Helyette egy Magyarország nevű ZRT van, ami Amerikában van bejegyezve. Ezt is tudja? Nem tudtam. Köszönöm, hogy felvilágosítottál. Na, akkor ennek szellemében akkor másképp kellene hozzá viszonyulni a dolgokhoz, nem? Tehát igazolni kellene azt, hogy maguknak van-e erre jogosultságuk. Hogy más embereknek az autóját... Útvonal engedélye van-e erre a Magyarország ZRT nevű utatrönnek útvonal engedélye? Ez nem a Magyarország nevű ZRT-nek az útjai ám, ezt várjunk, álljunk meg. Kinek az útjai? Ez nem az övé. Na. Hát egy ZRT-nek esetleg székhelye van. Ennek kinek az a terület, ez a közterület a májzal? Na kié? Na kié? Ez a magyaroké. Nem a Magyarország nevű ZRT-é. Úristen, hallod? Mindegy, én már többször nem mondom, hogy kollégák... Nem is tudja nekem megmagyarázni, mert nem tudja megmagyarázni, mert nem tudja igazolni. Hát, ilyen idióta emberekre nincsenek felkészítve rendőrök, sajnos. Hogy szeretném, hogy igazoljuk magukat? Hát, hogy bizonyítsák be azt, hogy magyar állam által vannak itt. Ez azt nem tudják bebizonyítani. Hogy ne tudnán? A magyar állam az most mondta, hogy nem létezik, most meg hirtelen létezik. Most mi van? Bárkit fölhívhatja az Orbán Viktort is. Azt se tudja igazolni. Föl van már szólítva ő is arra, amit művelt. Tehát föl van szólítva. És ki szólította föl? Föl van rá szólítva. Te? Igen. Elsősorban a telefont rakja-e úgy, hogy kikapcsolja a videófelvételt. Miért? Amúgy videófelvételt bármikor lehet csinálni. Arra van joga, ha minden igaz. Halálosan komolyan gondolja. Ezek az emberek közveszélyesek. Hát az biztos, bazd meg. Ilyen agyhalott idióták vannak köztünk. Tudja, hogy az oltást is tagadják, amúgy meg a koronavírust is tagadják. Mindent tagadnak, vágod? Ezek azt hiszik, hogy izé. Vannak fogorvos tagadó emberek is, vannak 5G tagadó emberek is. Minden tagadnak ezek. El tudom képzelni, létezik olyan ember, aki azt mondja, hogy a Balaton sem létezik. Mert van ilyen csoport Facebookon, hogy Balaton tagadók, de az poén. Az egy mém csoport. De ezek után más is el tudom képzelni, hogy van olyan ember, aki kajakra azt gondolja, hogy nem létezik a Balaton. Tudom, hogy vannak ilyen konteós arcok, akik így kajakra azt hiszik, hogy izé a 9-11 nem történt meg, hogy hologram volt a 9-11, meg izé Soros György gyíkember volt, én nekem ilyen ember amúgy már küldött képet Soros Györgynek a kivégzéséről, és hogy ő azóta már alakot váltott. Meg hogy a hollywoodi színészek azok izé gyerekeket esznek, erről is nagyon sok bizonyítékom van. No joke, azt mondom, hogy a gyermek áldozatok a hollywoodi színészeknél, az egyik leghihetőbb dolog. Adrenokrom van a gyermeki vérben, és hogyha a gyermeki vért iszod, akkor fiatalabbnak fogsz tűnni. Hát itt van ilyen before after, meg hogy mennyivel jobban néznek ki ezek az emberek. Itt van például Hillary Clinton, hogy mennyivel fiatalabbnak néz ki, és hát telt az idő, de hogy gyerekeket esznek. Nem tudom, hogy botoxról hallottak-e már ezek a konteós emberek, de nem tudom, na mindegy. Erzsébet királynő is gyíkember volt. Lehetséges. Ezt elő tudják állítani mesterségesen is? Miért kéne gyerekeket gyilkolni? Én nem tudom, nagyon, nagyon sok hihető konteót hallottam már, de ez hogy Magyarország nem létezik, hát... Ja, vannak emberek, akik azt hiszik, hogy Tupac Kubában él. Vannak emberek, akik azt hiszik, hogy Tupac Szlovákiában él. Önöknek kellene igazolni magukat, de nem tudják. Igazoltuk magukat, igazolványjal. Az nem ér semmit. Nem csak önök nem tudják igazolni. Orbán Viktor se tudja magát igazolni. Gyurcsány se tudja, egyik se tudja magát igazolni. Mert államcsint követtek el 2012. december 25-e óta. Mi történt akkor? Ezt valaki meg tudja nekem mondani, hogy ők mit hisznek? Hogy mi történt akkor? Mert én nem vagyok ebben annyira jártas. Akkor lett Magyarország bejegyezve a tőzsdén. Wow. Hogy lehet ennyi sületlenséget összehozni? Akkor cáfold meg, azért tartunk itt, mert ennyire sötét személyek vannak, mint te. A TV2-t is Moszkban nézed. Teremtőnél kisebb erő nem veheti el az alapvető emberi jogokat és a földanya jogait. Ezt is megnézzük, geci. Úristen, 50 perces! Ezek az emberek, akik itt vannak, mindenki asszisztál hozzá, háttérhatalomhoz. De. Semmi közük a magyar államhoz, mivel nincsen. Magyarország az USA-ban, New York államban bejegyzett cég a tőzsdén is szerepel. Magyar köztársasága 2004-ben lett vállalat. Gyorsan lefotóztuk, nehogy ezt is töröljék, a kép itt nézhető meg. Magyarország, mint zárt körülön működő részvénytársaság.
Hungary exact name of registrant as specified character. De most ugyanezt megtalálná nekem valaki mondjuk Németországról is amúgy, meg Szlovákiáról, meg minden országról amúgy? Mert akkor meg tök oké, nem? Nemzetközi tőzsdén részvényeket bocsájtanak ki, akkor igen. Elolvastam, se érteném, szóval felesleges. Nem létezik magyar állam, ezt mivel magyarázzák? Amúgy igen. Isten áld meg... Ne. Isten áld meg a magyart jókedve bőséggel. Létezik ilyen póló és hordja ez az ember. Hogy vannak jogai? Hogyha nincsen hatalom, amely megadja neki jogait. Neki vannak jogai, hát ő embernek. Ő ember. Ő nem személy, ő ember. Neki emberi jogai vannak. Minden adósság, büntetés, adó törvényesen eltörlésre került, de szándékosan megtévesztik az embereket, és nem közlik a valós tényeket. Az alaptörvény tagadásának részeként olyanokat is megtagadnak, mint a hitel és a számlafizetés, az adózás és a bírságok, és nagyjából bármit, amiben bármilyen bank, kormány vagy rendfenntartó szervezet szerepet játszik. Persze azért itt is van turpisság. Az igazán jó UCC-s élményért és tanfolyamért vagy a plastikkártyás hatóság igazolványért több helyen fizethet változó mennyiségű. A magyar állam által kiadott és elfogadott pénzmennyiségeket az, aki igazán vele akarja ásni magát az úgynevezett igazságba. Aha! Tehát jó kis magyar állam által kiadott pénzt, azt azért elfogadják ezek az emberek, mert a pénz az jó dolog. Akkor a forint sem létezik, ugyebár, mert nyilván a magyar állam adta ki a bank, akkor miért nem saját pénzzel fizetnek mindenhol? Akkor ők is rabszolgák, mert elfogadják a pénzt, és pénzzel fizetnek. Kérhetek a telefonszámot? Megkönnyíti így ezzel a rendőri intézkedés, hogy a önbe hívják a Váci rendőrkapitányságot, nem köteles? De megadom, nyugodtan hívjanak be. Jó, akkor egy pillanat. Úristen. Várjon. Na, még el is mondja videóba. 776. 776-os. 0245. Akkor ezen a telefonszámon el is fogjuk. El, bizony. Így van. Kapitány is fölhívhat. Egész nyugodtan. Kívánja aláírni? Nem. Nem írok alá semmit, mert mondtam már, okirat hamisításban nem veszem. Hívjuk fel! Megásta magának a sírját, amúgy szerintem nem egy ember hívta már fel. Tehát most végül is az történt, hogy nyilvánosan megállítottak az utcán, úgyhogy igazolni nem tudják magukat. Három rendőrnek nevezett valaki, és önkényesen elvették a rendszámtáblámat. Úgyhogy nem tudták magukat igazolni, hogy ők jogosultak erre. Amúgy, ha rendőrnek nevezett valaki, akkor ki az igazi rendőr? Ki a rendőr? Kik a rendőrök? Akiket ő mondjuk elfogad. Tisztában van, hogy hanyadik van? Milyen napok van? Én kérdezem, hogy tényben, időben, nem egy ezer. Nem. Based. Nem. Tisztában van, hogy milyen napot érünk? Hogy ne lenne? Melyik év van most? Most? 2021 van. Nem kell engem hülyének nyilvánítatni, vagy szeretni. Nem, én nagyon jó vagyok. Kíváncsiak utána, mit mondtak a rendőr autóban, hogy Úristen, bazd meg, ilyen idióta, hogy létezhet agyhalott idióta, buta emberekkel? Össze vagyunk zárva egy légkörbe. Ez Duna utca. De hát a magyar állam adta meg az utcaneveket is, bazd meg. Hoppá. Az ellen miért nem tiltakoznak? Gáz, víz, meg minden, amit használnak, amit az állam intézi, igen, áram, meg ilyenek, az nekik, az állam intézi. A nem létező magyar kormány. Az, hogy magától bevontuk a két hatósági jelzést, személy az önző igazolványa, illetve a vezetői engedélye. Na, de akkor most van, neki van személye? Jó, a vezetői engedélyt viszont újítsa meg. Majd, hogyha meg tudja valaki újítani, akkor meg lesz. Jó. Magyarország nevű ZRT-nek nem vagyok a sofőr, de még egyszer elmondom. Úristen, geci! Nem is leszek sose. Kérdése van esetleg az intézkedésében? Nincsen semmi probléma, majd remélem, hogy a kapitány majd hív. További jó utat. Uram, atyám. És akkor most... Rendszám nélkül ment tovább, vagy mi a fasz? Her name is Karen Hudes. Na, nyilván Karennek hívják! A sors fintora! Újra itt a sulija, de nagyon kár. Vége a nyárnak, nem pancsízunk többet már. Kezdődik a suli, ez nagyon-nagyon gáz. Szeretném megkérdezni, hogy az a 6000 ember, aki ezt lájkolta, meg 175000 ember, aki megnézte ezt. Nekik nincs fülük! Go again. Don't go to-
Jaj, kikezdődik az iskola már. Nagyon rossz nekünk, és olyan rossz fej a tanár. Nem akarok tanulni többet én már. Úristen, geci, megadom magam.